Sziasztok, most... Sziasztok, Szofi vagyok. Kedv van. Éppen dinnyét eszünk, de készülünk a strandra, csak az utolsó pillanatban kiderült, hogy Nimrodnak elfogyott az úszópelusa. Sziasztok, Szofi vagyok. Szerintem tudják, hogy Szofi vagy. De aranyos, hogy én mindig bemutatkozom. Szóval Gergő elszállt... Sziasztok, Szofi vagyok. És van egy lakásban ég, mentők anyával, apával, Mimóval, Iki, Jókonon indultak. Iki, sziasztok, papa. Papa. Azért én még elmondhatom, amit szeretnék? Igen. Köszönöm. Nincs benne mag. Nincs benne mag. Szóval, Gergőt várjuk, aki elment úszópelenket venni, mert kiderült az utolsó pillanatban, hogy Nimrodé elfogyott. Úgyhogy most elszállt egy DM-be, vesz pelust, utána pedig irány a Balaton. Délelőtt nem voltunk itt a medencénél, egy kicsit ott pancsoltak a gyerekek, Nimrod nagyon élvezte. És most pedig megyünk komolyabb vizekre, evezünk. Indulunk nem soká. Te most leszekszel a Nimóval? Nem kéne Nimi. És most miért haragszol a Nimóra, mondd csak. Most neki még nem kéne Nimi. Miért haragszol rá? Nem kéne Nimi. Rálépett a napocskádra? Igen. Mert Szofi kiigenet, mi rászólt a Nimóra. Rászóltál? Igen, mert egy elég, mert így nem szabad. Nem szabad Mima. De ugye nem akarod bántani a Nimót, figyelj, ne nyomd el onnan a Nimót. Most olyan jól lecsüsült, rajzolj máshova napocskát, jó? Én csak akkor napocskod ez. Hát jó. Sziasztok! Ma a szerda, hát most már este van, és éppen sétálunk. Elég sűrű napot voltunk. Én leglátok, leglátok! Tessék, itt vagy. Jó? Jó lesz így? Sziasztok! Szépen vagyok. Gyakában ültek majomban, így van, így van egy... Dumagép. Itt a majom a hátadon? Dumagép. Itt van. Mak-pak-pak! Ő a Maki, a Miki makkancs. Nem mehetünk tovább? Ő egyén a majoma. Igen, a majom. Bár nem értettem az elejét. Nétünk. Szóval, főleg a medencénél voltunk ma lent, ami a házhoz tartozik. Szofi egyáltalán nem volt hajlandó belemenni a vízbe. Nimród, ő igen, de ő is inkább a parkoló autókra ment rá, illetve a kukás autóját tologatta, szóval a gyerekekkel a strandolás egy álom. Most sétálunk egy picit, nem sokára megyünk haza, most fél hét van. Igen, be kell indulok, mert viszlát. Jól van. Viszlát. Viszlát. Úgyhogy most nem sokára megyünk haza. Ott vacsora fürdetés, szerintem a tojásrendetet fogunk vacsorázni. És holnap meg azt beszéltük, hogy elmegyünk Balaton lelére, mert ott van egy homokos partú strand. És hát, ha ott a gyerekek picit bátrabban bemennek a vízbe, mert eddig nem volt túl sikeres a strandolás egyikőjükkel sem. Boldog szülinapot!
köszönöm, de figyelj, csak nem most van a szülinapom, hanem majd októberben lesz. Jó? Boldog szülinapot! Tehát anyuka jelgi ajkóiba, és ők jelgi anyuka jelgi hozott ajkóiba, anyuka jelgi, Szafi hozott tökrőt! Tökrőt? És testápoló is ott van? Testvár is ott van is. Figyelj csak, hogy csináljunk... Boldog szülinapot! A hajadra? Csináljunk pár duc hajat? Nem! Vonatot? Csak ott van a vonat. Hát az még csak egy cof, és egy kicsit kócos is. Meg kéne fésülni. Csak ott van a... Ott van a sok-sok ajkó. Na csináljuk meg a hajadat, jó? Nem! Nem szeretnéd. Nem szeretnéd? Hát jó, akkor kócos maradsz. Csütörtök délután van, 15 óra nézd 20 perc. Nézd, anyukám, itt van a virágok. A virágok? A virágok. Igen? És én vagyok az anyukád? Igen. És szereted az anyukád? És Szofi adott. Ez angol volt. Na szóval. Apádat szereted? Manu, apát? Apának. Nem tudom. Most épp nem tudom, hogy van. Na szóval 15 óra 20 perc van csütörtök délután, és Balaton lelére tartunk. Ez innen Siófoktól egy fél óra autóval. Remélhetőleg a gyerekek jól fogják viselni ezt a viszonylag rövid utat. Ez ilyenkor mindig nagyon kérdőjeles. Szóval ott van egy strand, a napfény strand, ami állítólag homokos partú, és ezért választottuk ezt, mert bízunk benne, hogy a homokos parton jobban be tudjuk csábítani őket a vízbe, mert eddig igazából csak én fülöttem, meg Gergő, Nimrod egy picit megváltozott. De Szofi... Nimrod fürdött rendesen. Hát nem sokat. Fürdöttem a medencében is, voltam vele a Balatonba is. A Balatonba voltál vele? Voltam vele a Balatonba is, voltunk a... Én ott hol voltam? És ott úszott is egyébként. De én ott hol voltam? Én miért nem láttam, amikor a Balatonba voltatok? Nem tudom. Lehet, hogy akkor Szofival voltam. Biztos. Na mindegy. Sőt, voltam a nagy strandon is a medencébe vele, ott szép bókláztunk, ott járt a medencében. Szóval Nimrod azt kitett magáért. Szofi az, aki... Ő még nem fürdött. Nem igazán fürdött. Bízunk benne, hogy a homokos parton legalább... Piros lámpa. Káosz van. Na majd még jelentkezem. Szofi, indulok.
Jó reggelt, péntek reggel van, 9 óra 34 perc, és mi már egy játszótéren vagyunk. Természetesen a kukás autó az itt van velünk, mint minden alkalommal ilyenkor. Nimrodnál az a mindent vívő játék mostanában. Sophie pedig egyre ügyesebb a különböző mászókákon, úgyhogy most játszóterezünk délelőtt, aztán visszaviszik a gyerekeket ebéd, Gergő elmegy futni, én meg amint hazaért lemegyek napozni a Berence szélére. És délután meg szerintem strandolás lesz. Ismét a Balaton lellei strand abszolút bejött, úgyhogy valószínűleg oda fogunk visszamenni, mert ez egy szuper gyerekbarát strand, ajánlom mindenkinek. Ki akarsz szállni? Nem! Miért nem? Tetszik itt? Tetszik. És mi tetszik? Szép a kilátás? Szép a kilátás. Ugye? Jaj, de szépen mondtad, szívem. Mimo is nagyon leskelődik, most, hogy magasan vagyunk. Hopp, most vagyunk a csúcson! Most vagyunk a csúcson! Fenn vagyunk a csúcson! Na most már levegyünk. Nem. De, most megyünk le. Nem. Aztán majd megyünk. Sziasztok! Szombat 11 óra 11 perc van. Délelőtt otthon voltunk, Gergő futni volt, én meg intéztem a gyerekeket. Cserébe majd, ha gyerekek alszanak, akkor én le fogok menni a medence partjára napozni, és ő marad otthon velük. Most megint megyünk bevásárolni. Nem ez volt az eredeti terv, hanem az, hogy én Nimroddal elmegyek játszóterezni, ő meg elviszi Sophie-t a Tesco-ba bevásárolni. De Sophie mostanában nagyon anyás, és hát ragaszkodott ahhoz, hogy maradjunk együtt. Úgyhogy most úton vagyunk a Tesco-ba. Veszünk mindenféle finomságot. Szerintem mi valami salátát fogunk ebédelni. A gyerekeknek pedig főztem egyik nap. Úgyhogy nem sokára ebéd, utána altatás, és délután megmegyünk majd valahova. Még nem fix, hogy hova. Lehet, hogy megint visszamegyünk a Balaton lellére a strandra. Tegnap itt voltunk Siófokon, a strandon felültünk az óriás kerékre. Ott egy monster truck! Egyerülány. Na képzeljétek, szombat délután van, körülbelül 4:30, és mindenáron aludni akarnak a gyerekek. Egyszerűen nem tudjuk őket felkelteni. Nimród így, de úgy, hogy már kihoztuk, már itattuk. És ő mindig oldalra fordul és visszaalszik. A Sophie, ő ott van bent a mi hátszobánkban, mert egy külön szobában kellett őket elaltatni, tehát 3 órakor aludtak el, és most nem bírnak magukhoz térni. Sophie Manu, menjünk strandra!
Te még csucsukálni akarsz? Ögön. Figyelj már, Csibóta. Figyelj csak, megyünk, óriás bulika van a parton. Bizony. Buli van a parton. Ott lesz DJ Bobó is. Nem megyünk. Pedig kalandozni kéne, Csibó. Uh-huh. Kalandokat átélni. Na, Nimo? Mi mindig a taxi? Nimo? 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 Nimoci? Nimoci? Nimoci, moci, moci. Nimoci, moci, moci. Cipi, cipi, cipi. Cipi, cipi. Hello. Anya, hogyha békén menjél ide. Hagyjál aludni. Legalábbis. Bejelentkezés 2, 3, 1, nem tudom. Mai nap az első, aztán. Lehet, hogy többedik. Ott egy Mimo, meg apja, meg ott van Fofi, és Kriszti is. Megyünk komppal. Kompa. Azt hittük, hogy pont lekéstük, igazából pont lekéstük, és a következő egyből indult utána, úgyhogy fordulj ez meg. A mi szerencsénk van. Fordulj meg. Ehun vagyunk mi, megyünk kalandozni, megyünk át Tihanyba, onnan pedig majdan megyünk mindenfelé. Igen, aztán egész napos programot terveztünk. A legvégén pedig strandolunk valahol egy nagyon szó. Reméljük, hogy a gyerekek egy órát fognak aludni ebéd után az autóban, amíg mi valahova megyünk majd autóval, még azt nem döntöttük el, valami strandra. Reméljük most délelőtt, egyébként kb. 11 óra van, most még egy kicsit sétálunk majd Tihanyban. Ő most teljesen. És aztán ebédelünk, aztán bevágjuk a gyerekeket a kocsiba, meg magunkat, autózunk egy órát, addig ők alszanak, és utána megyünk strandra valahova. Ez a terv mára. Persze az élet mindig keresztül hozza a számításait. Jó volt ez a hét? Tetszett? Nyaralni? Most ellenőrzöd a hajadat? Vasárnapon most fogunk hazaindulni Balatonlegéről. Sziasztok! Itt van, itt láttuk!
itt még egy sűr, igény, igen, aztán, igen, ez enyémám, ez anyavája, ez a szintjétátó, ez itt mindig magukat, akkor még valami így, akkor szeszt a papá. Na szóval, vasárnap este van. Szevasztok! Gergő megivott egy üvegbort, most ő vezet. Lekemztok. Csak vicceltem. Szóval, vasárnap este van, nem tudom, 19 óra, úton vagyunk haza, vagy hát Siófokra. És hát összességében jó napunk volt, nyilván voltak hisztik, volt éjség, fáradtság, sok-sok nyígás, sok-sok nevetés. Csak a szokásos végre... drámák, ami egy ilyen családban előfordulnak. Szofi végre bemerészkedett a vízbe. El sem hiszem. És képzeljétek el úgy, hogy egy néni ott ült a parton, elkezdtek együtt kavicsokat gyűjteni, és a néni be tudta csábítani. Ezt azért egy kicsit kudarcnak érezzük, de a lényeg... De az elején, de utána bejött magától később. Igen. És apa-lánya belbeszélgetés volt, hosszas, 20 percig, én is tudom, mert itt is sokáig. A szófogadásról. A szófogadásról, meg a kiabálásról, meg az egyébekről is. Hát, ha lesz foganatja. Hát, ha lesz. Most búcsúzom. Szerintem talán ennyi lesz a nyaralás vlog, mert én meglátom, hogy jövő héten lesz-e kedvünk így kamerázgatni. Nem biztos. De minden esetre most ez a hét szerintem elég sok videót termelt ki, remélem nem lesz extra hosszú a vlog, de ha mégis, akkor is fogjátok élvezni. Úgyhogy ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, megtaláljátok a csatornámat különböző platformokon, tudjátok, hogy hol. És szerintem most mondunk egy bátor.